Csak úgy, mint a 2017-es esztendőben idén is a Pest megyei gárda volt a MÁV első ellenfele. A látogatók az első félidő végén szerezték meg a vezetést, a második félidőben pedig még kettőt lőttek. A Szolnok bár 11-est is lőhetett, nem találta kapuba, 0-3 lett a vége. Az eredmény nézem, akkor negatív a történet, de az elvégzett munka után úgy gondolom a mutatott játékkal az első fél időben elégedett voltunk, a másodikban már nem voltunk annyira szervezettek, ez az eredményben is megmutatkozott. Ez igazság szerint, hogyha nagyobb a koncentráció, meg a frissebbek vagyunk, ott volt egy kihagyott büntető, volt számtalan zicser, amit elhibáztunk kapussal szembe. Bízom benne, hogy ez majd a folytatásban ezeket ki tudjuk majd javítani, és akkor sikeresebb lesz. Ami a csapatot illeti, bemutatkozott egy új szerzemény, Bonivár Terit. A 24 éves középpályás Balassa gyarmatról érkezett Szolnokra. Szintén új arc volt a 19 éves Szabó Dominik, aki az első félidőben bizonyíthatott. Ő próbajátékon van a kékfehéreknél, sorsáról később hoznak döntést. Ezen a meccsen nem játszott, de visszatér a Tisza partjára Mezőkövesdről Csirmaz István, aki mind a védelemben, mind a középpályán bevethető. A csapat pedig folytatja a felkészülést a bajnoki rajtra. Ami két hetünk itthon, közben felkészülési mérkőzések várnak ránk, utána pedig egy hétre elmegyünk Sárvára, ahol egy igen sűrű programunk lesz, 4 felkészülési mérkőzéssel, és utána pedig az utolsó két hétbe fordulunk, és készülünk a bajnoki rajtra. A Szolnok legközelebb szerdán 14:30 perckor lép pályára a Jászberény ellen.